Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Együtt dolgozom a promóció keretein belül a Spár Magyarországgal, ugyanis egy ilyen rézeres hűség akciójuk van, és úgy gondoltam, hogy ez mint gémereknek egy tökéletes lehetőség ilyen, Gyakorlatilag ilyen belépő kategóriás termékekre lehet vadászni. Hát mondjuk a szék az nem, de hogy szerintem a többi dolog az ilyen belépő kategóriás termék. És úgy is szoktatok, legalábbis közöletek bizonyosan szoktatok páros párba vásárolni. Vannak köztetek olyanok, akik a, ezeket a hűségpontokat is szeretik gyűjtögetni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ez egy tökéletes, tökéletes lehetőség. Ez nem, nem, nem egy eltérő dolog. Tehát mondjuk nem egy, egy olyan márkát reklámoznék, aki mondjuk öblítő. Például. <laughs> Úgyhogy azért is került ki pár napja egy ilyen kép az Instagramra, ugyanis a Spár Magyarország küldött pár terméket, hogy így kipróbálás erejéig. És akkor ezeket így meg fogjuk nézni a, a következő pár hétben. Ugye a minap már láttátok rajtam ezt a fehér-black sárkot, ezt is majd így, hát ezt, ezt fogom hosszabban te, nézegetni, meg tesztelgetni, mert az én rendszerembe főleg amúgy ezek a jack csatlakozós eszközök illenek bele, de ki tudok próbálni ettől függetlenül vezeték nélküli termékeket is. Csak így, a, ami az, hogy Jól tudom szabályozni külön mindenféle sávot, meg visszahallom magam a mikrofonból, meg ilyenek. Ezért nekem ezek a jack, jack -es eszközök a, a kényelmesek, meg a, a hasznosak ebből a szempontból. Láttam, hogy volt itt, ilyen <laughs> volt itt ilyen kérdés, hogy csinálok-e tech videót ezekről. Nem hiszem, hogy az én reszortom lenne tech videót csinálni ezekről a termékekről. Inkább csak így kibontam, megnézzük, hogy melyik mit tud lehet kérdezni, és akkor elmondom a véleményem róla. De nem hiszem, hogy <laughs> nem hiszem, hogy megállná a helyét mondjuk az a dolog, hogy a fülesek, amiket eddig használtam, ahhoz képest ezek milyenek, ugyanis egy majd 100 ezer forintos termék nem összehasonlítható, nem összehasonlítható szerintem semennyire egy ez, ezekkel a termékekkel. Tehát mondom még egyszer, ezek ilyen belépő kategóriás termékek, legalábbis amiket eddig így próbáltam, megnéztem. Úgyhogy ez az akció egyébként július 31-ig tart, és minden elköltött 1000 forint után kaptok egy pontot, 20 pontot kell összegyűjteni, és akkor a 20 pontot, hogyha beváltjátok, akkor vannak ezek a kedvezmények, itt írják egyébként, hogy melyiknél hány százalék, mennyi pénz az. <laughs> Cuki volt rajta a azt ilyen poénból gondoltam, egy stream elejéig lesz majd ez a világítós, sziszafüles rajtam. Azt majd, azt, azt, majd így meg akarom nézni. Egy egeret, meg egy billentyűzetet is ki akarok próbálni, hogy milyen meg. Hát természetesen ki akarom próbálni ezt a mikrofont is, ugyanis elég sokan vagytok, akik így azt mondjátok, hogy nektek egy, nektek nem elég, nem elég, hogyha a fülesetek van -e, a fül van egy mikrofon, hanem nektek kell egy, egy különálló mikrofon, úgyhogy gondoltam, kipróbálom már ezt is. Ez egyébként, ez a mikrofon, ez ilyen, hát ezekkel a kedvezményekkel 17 ezer forint, szóval kíváncsi vagyok, hogy majd így milyen lesz streambe, ezt és majd meg tudjátok hallgatni, hogy milyen. <laughs> Tetsz, tetszik ez a kép, az mond. Igen, a kalács, kalács fotózta. Úgyhogy ja, most lesz ez, úgy, úgy fog ez most kinézni, srácok, hogy kibontjuk a, a, terméket, magát, és akkor bedugom, bedugom a gamer gépbe, és meghallgatok egy zenét, amit már így sokszor hallottam, és az képest így elmondom, hogy mit érzékelek. Ezt nyilván így hosszabb távon akarom tesztelni, ezt a fehéret, mert mondom, ez az, ami jackes ez kiszűri el, ha például hangfalon játszom annak a hangját. Hát, ö, nem tudom. <laughs> ez, ha, hát figyelj, nem tudom, nem próbáltam még ilyet. Nem próbáltam még ilyet, de nyilván el fogom majd mondani a tapasztalataimat. Na, igen, amúgy nekem volt Razer termékem, az első ilyen, első ilyen, komolyan fülesem, egy Razer krákám volt még a Jack dugós hát ez majd egy tíz éve volt, aztán megvettem a, a hát detaderemet, egy detaderem volt, ugye az a klasszikus egér, az, az, az nekem szintén adta, nagyon-nagyon sokáig kiszolgált, és hát igazából azért került az lecserélésre, mert hogy vezeték nélküleket használok most már, illetve az első billentyűzetem az egy Black Widow volt, egy, egy nem kromás, csak simán világítós Black Widow Stealth billentyűzet, amit amúgy árulok. <laughs> Úgyhogy igen, én nagyon szeretem a Razer márkát, tehát hogy abszolút meg voltam vele elégedve, szimplán amiatt történt a váltás, mert időközben jöttek más ajánlatok, más lehetőségem volt más eszközöket kipróbálni, és igazából ennyi. Jó, na, a spárba is most ilyeneket lehet venni. Ez egy nagyon jó meglátás vis, ugyanis most együtt dolgozom a spár Magyarországgal, ennek promótálása kapcsán. Bizony. Úgyhogy ha van kérdésetek, ha ilyet akartok venni, én ezeket itt most ki fogom próbálni, és most ugye kezdjük az első termékkel, ami ugye ez itt. Ez. Úgyhogy ezt fogjuk most megnézni. Hogy mégis milyen. Na, kaptok egy olyan képet, amit amúgy uh, gépszerelésnél szoktam használni. Egy pillanat. Elvileg ez így már működik. Aha, hát ez nem működik. Na, valami, valami ilyesmi lesz. Szóval fényekkel a fényekkel foglalkozzatok, A, a lényeg az, ez miért, miért, nincs megfordulva? Hát ez elég szomorú, srácok. Élő adásban, élő adásban fogjuk ezeket itt most megforgatni. Mit szóltok? Sorry, ez most egy kis felkészületlenség. Vagy elfelejtette az OBS. Bocsi. Aha, na, még, még egy, még egy, és már jó is lesz. <laughs> uh, igen. Na most, na most a jó. Most a jó. <laughs> szóval, ez lesz az első, amit így kibontunk. Uh, egy pillanat. Igen, igen. Felje lefelé volt, bocsi. Szóval, azt mondja... Nem, nem, nem orosz kiadás, semmi ilyesmi. Szóval ez a füles, annak a párja, ami most rajtam van, csak ez vezeték nélküli. A csomagban benne van ugye a füles, a kis dongle, és ez nyilván nektek nem így fog kinézni. Tehát, hogy én ezeket a, ezek, egy, ezek teszt termékek, amiket én kaptam, szóval Ezeknek egy része már fel volt bontva, más már használta, ez nektek nem így fog kinézni. Szóval, benne van a füles maga, ami, aminek ilyen memóriahabos párnája van. Ilyesmi. Szóval hogy ilyen. Ilyen memóriahabos párna. És azt írják, azt hogy ez ilyen lélegző, lélegző párna. Hát ez a klasszikus, amit én már mondtam nektek korábbi termékeknél is, hogy itt ilyen műbőr, itt pedig ilyen, hát ez a, nem is tudom, ilyen műszálas, vagy nem tudom, ilyen anyag. Ugye itt lehet állítani azt, hogy mennyire akarod kihúzni, és... A mikrofon azt, ahogy néztem, én nem eltávolítható. Ez, ez egy kis némító gomb. Itt van a smart gomb rajta, amivel lehet állítani, hogy ugye, hogy felcsatlakozz eszközökre, például Bluetooth-ra, vagy a vezeték nélküli dongle-re, ugye, ami a USB-s, és itt van az USB-C-s csatlakozó, amin lehet tölteni. Neked a tornazsák kéne? Jó, úgyhogy e ez ezek vannak rajta. 5.3-as Bluetooth támogatás van, azt is majd meg fogjuk nézni, hogy így milyen. Azt, azt is ki fogom próbálni, meg, meg géper is megnézzük, hogy milyen. Nyilván a kábelest azt nem fogom megnézni, csak a, a vezeték nélkülét, hogy így hogy működik. Nézzük, hogy mi van benne a dobozba a másik fő a gomb mire jó? Elnéztem, bocsánat, ez a bekapcsológomb. Ez a bekapcsoló gomb, ez pedig a Smart Switch gomb, amivel ugye lehet váltani a bluetooth és a, a vezeték nélküli mód között, illetve ugye gondolom ezzel lehet felcsatlakozni az eszközökre. Ja. Na és akkor itt, itt van benne, egy dolog, hát ez már, ahogy látom, két dolog egyszerre. Pillanat. Igen, szerintem itt van még benne egy ilyen, ugye ezek az USB-knek a sapkái, meg gondolom ebben volt benne a kábel. Úgyhogy ezeket visszarakom. Itt van, ugye, a kábel, ami USB-A, meg USB-C, és itt van a kis dongle. Hát, fókusz az nincs, nem is volt soha. Szóval, hogy ott van. Úgyhogy, hát, mondjuk, lehet, hogy Hát mondjuk van van másik USB-C kábel, amivel be tudjuk dúdni a fülest egyszerre és uh, még uh, lehet, hogy a donggal el is működni fog, ezt majd mindjárt megnézzük, meg lehet, hogy van benne egy kis áram. Na nézzük, mi, mi van akkor, ha bekapcsoljuk? Mondta, hogy power on, oké. Okay. Jó, ez úgy néz ki, hogy ez, ez a része működik és akkor gyorsan bedugom. Azért nem a streamer gépben, noha akkor hallanátok a dolgokat, mert a streamer gépben már így is ezer meg egy USB van bedugva, még egyet bedugok, akkor lehet, hogy itt lead a capture card, lead a kamera, meg mit tudom én micsoda. <gül> <gül> Úgyhogy... Na nézzük. Addig elteszem, elteszem innen ezt a dobozt. Hopp, a Razer Synapse már itt közben ki is írta, hogy elkezdte letölteni a dolgokat. Neked ez a lab van Bluetooth, nem? Vagy ez csak wi fi tud? Van Bluetooth, aha. Van Bluetooth, de az a helyzet, hogy szerintem sokkal előnyösebb használni ezt a dongat, mert más az adat a hangminőség is szerintem, mint így Bluetooth-on keresztül. Mondjuk az 5.3-ast azt nem próbáltam, de azt is meg ki fogjuk most próbálni így telefonon keresztül. Úgyhogy gyorsan itt elpakolom ezeket, és akkor már is nézzük, hogy milyen. Na. Jó. De nem használunk ilyet. Nincs account. És ez itt a Razer Central, ez pedig a szinapszos. Na gyorsan átforgatom itt a mikrofont, hogy jól halljatok. Add Wifi device. Na nézzük, hogy kell ezt csinálni. Szerintetek leírás nélkül meg tudom csinálni? Tudtam, a két mikrofon és fület használ az aminél rosszabb a Bluetooth, ha csak hallgatásra, hallgatás használod, ugyanaz. 70 órát írtak egyébként a fülesse, hogy annyit bír, így töltés nélkül. Ezt is majd így ki akarom próbálni, hogy mégis mennyi. Na. Azt mondta, hogy power on. Inkább felveszem. Úgy, úgy a legtutibb. Itt, itt, valami profilokat állítgat. Music és custom. Game. Movie. Music. Akkor itt ilyen equalizer profilok vannak? Ezek szerint? Ez a mikrofon. Némítve ezt nem akartam. Oh, aha, aha, a srácok ez már föl is csatlakozott, mondjuk hogy itt, miért nem látom, lehet hogy először be kell dugni uh, kábelről, jó kérdés, nézzük meg, nézzük meg úgy, hogy mi újság, mert itt világított a donggal is. Te elkezdett pörögni. Hmm. Lehet, lehet, hogy, lehet, hogy rá kéne nyomni az update-re egy pillanat. Nézzük csak. Your device may not functional. Nekem úgy van, hogy a ps van a dongle bedugva, és gépre meg Bluetooth-sal csatlakozik a fülesem, és van két külön USB-s mikrofonom. Amúgy ez nem vieség, hogy a dongle a, a konzolba van bedugva, és akkor Bluetooth-szal meg a gépre csatlakozol, és akkor egyszerre mindkettő rajta van, és gondolom tudod is használni mondjuk, tudod is használni mondjuk, hát mondjuk nem tudom, akár, de mármint, hogy tudod használni így a két eszközzel egyszerre. Azt írja, hogy frissítés, frissítés zajlik, éppen, éppen zajlik a frissítés. Úgyhogy most nagy frissítés zajlások vannak. Üdvözlő srácok. Hopp, ott most már, ott most már in installálás van. Hatalmas installálásokban. Most, most úgy installál, hogy újra elindult a csík. Hopp, 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 már ott meg is jelent. 57%-on van a füles. Na most arra leszek kíváncsi, ha én ezt kihúzom, és visszadugom a dongalba. Akkor mi van? Hop. Mágia. Történik a mágia. Na most 77%-os lett. Sajnos nem látjátok egyébként a ez olyan, mint hogyha, ez olyan, mint hogyha átlátszó lenne. Hát így gyakorlatilag a háttérképet látjátok. De hogy az amúgy zöld. Na, királyság. Szóval be van dugva, most már csak meg kéne hallgatni egy zenét, hogy milyen. Ti nem fogjátok hallani, meg egyébként is copyright, meg mit tudom én, micsoda. Na. Aha, jó, én hallani fogom majd. Tessék, ti csak látjátok, hogy hallgatom, hogy nem lesz kamu. alapból Alapból nem nagyon hallottam basszust. De a movie-ba, movie, -ba, movie -ba jó. A mikrofont is majd meg fogjátok hallani egyébként, hogy milyen. Megnézem addig ezeket a profilokat. Nekem az a kedvencem, amikor Azariát Azáriának hívják. Amúgy ez eddig ezen a custom a legjobb. Ja, ez az alap. Megmondom őszintén, ez a Spatial audio, ez nem tudom mikor jó. De nagyon fura így a zene vele. És itt vannak amúgy a priszetek. Ja, a gémem volt nagyon fura. Jó. Na, hát szorít a három perces ö, 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 kis kihagyásra. Végig kellett, végig kellett, hallgassam itt a muzsikát, az a helyzet. És ö, hát, hogy nem, nem szólt rosszul, egyáltalán nem szólt rosszul. Ezek a részletek, az Equalizernél biztos, hogy valamit azért segítenek, hogy, hogy úgy halt, ahogy neked a legtutibb. Nem tudom, én nem nagyon szoktam ilyen preseteket állítgatni, hanem alapból úgy használom a fülest, ahogy az be van állítva. Szója, szóval, most megnéztük ezt a vezeték nélküli módot, hogy milyen. Itt vannak amúgy még ilyen beállítási lehetőségek. Game profilok is vannak. Aha, game profilok is vannak. DND mód, DND-be tudod rakni magad, és akkor gaming közben nem vált át a mobil device-odra. Best boost. Oh, na, lehet, hogy az kell. Nézzük csak meg még egyszer. Erre kíváncsi vagyok. Most így hirtelen nem hallottam különbséget. Az a helyzet, hogy így nem hallottam különbséget. Azt mondja, hogy a, a, a quiet soundokat, a footstep soft dialógokat normalizálja. Voice clarity. Jól van. Voice gate. Ha be lehet állítani, be lehet állítani, hogy hogy világítson a dongle. A battery, battery státuszt mutassa vagy a connection státuszt. 15 perc inaktivitás után kikapcsol. Aha! Van szóval valami kis videó? Én meg akarom tapasztalni ezt a dolgot itt most. Nem lehet. Ez jó. Hát ez a videó most nem megy srácok, nem tudom megtapasztalni itt a különbséget a stereo és a spatiálos audio között. Hát ez szomorú. Nem baj. Egy dolog még hátra van, meghallgatni srácok a mikrofont, és akkor lehet azt mondani, hogy mit lehet mondani? Na. Kitalálja ki, hogy mit lehet mondani, hogyha kipróbáltunk egy mikrofont. A spatiál az a Dolby Atmos Apple változata. Ahá. Ahá. Na, egy pillanat, srácok. Indítom közbe itt a felvevőst és akkor ti is tudjátok majd hallani, hogy mi újság. Hangbeállítások. Na! Parancsoljatok. Azt mondja, hogy kell nekünk egy ilyen, hogy felvevő eszköz, Razer mikrofon, lejátszó eszköz az, és rögzítünk. Na, mi, mit, mit olvassunk fel? Felolvassuk azt, hogy jó a mi újság. Tudom, a a kétsávos mikrofon ez eddig jó. Hát ez eddig, ez, ez eddig nem működik. Na, várjatok. Akkor átváltunk oda, hogy vonalbe menet. Haló, haló. háló! haló. Ez, ez, működni látszik, bár elég halk, de ez működik, és ha beállítjuk így, akkor akár még ti is halljátok. Végül is lehet hallani. A felvétel szintjét feljebb vesszük egy kicsit, ha nézzük. Bár ez, ez, nem az, aminek, aminek rögzítenie kéne. Halló. Jó, tehát akkor ez, 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 a, ez a, ez a rendes mikrofonom. Jó, hát ez, 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 ez eddig egy jó teszt, szóval... Razer. Lehet, hogy le van kapcsolva, egy pillanat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Na most! Most a jó! Most a jó! Tudtam, a kétsávos az, aminél rossz a Bluetooth, ha csak hallgatásra használod, akkor ugyanolyan. Na, srácok, így szól ennek a fülesnek a mikrofonja. 6, 7, 8, Na most, most a jó, most a jó. Tudtommal a kétsávos az, aminél rosszabb a bluetooth, ha csak hallgatásra használod, akkor ugyanolyan. Ha valaki lemaradt volna, még itt van, itt van egyszer. Tudtom, a kétsávos... Az, aminél rosszabb a Bluetooth, ha csak hallgatásra használod, akkor ugyanolyan. Kész. Na, srácok. Van-e még valami, szerintetek, amit meg kéne, hogy nézzünk ezzel a fülessel kapcsolatban? Én ezt mondom, föl akarom tölteni, és ki akarom majd próbálni, hogy milyen. Én egyébként, hogyha végzek a streammel, akkor mindig a jackes fülest azt így leteszem. És átváltok vezeték nélkülire, és azt hordom ilyen nappal. Na, nem tudta senki a megoldást, hogy mit kell mondani, amikor ö, tesztelünk egy mikrofont utána. Nem is rossz. Ezt. <laughs> Ez a mém nekem nagyon-nagyon megtetszett már pár éve. Szóval ö, megnéztük egyébként, hogy milyen mondom, én ezt így hosszabban nézni fogom, hogy így tényleg mennyit bír. Hangzása egyébként ugyanolyannak tűnik, mint a másik rézer füles, ez is úgy amúgy szintén Black Shark, de majd erről részletesen később. Mondom így, első nincs benne kivetni való, ez a termék egyébként az, ami itt azt hiszem, hogy valami 50 ezer körül van, 60 ezer hűségpontok nélkül, és így a hűségpontokkal 18 ezer forint megtakarítással 42 ezer forint. Ez ilyen? Ez ilyen, srácok. Ez van most ebbe a promócióba. Nyilván basszus nincs benne annyira, de a füles mikrofonhoz képest amúgy teljesen oké. Okay. Ja, még annyit, annyit, talán érdemes lenne megnézni, hogy így, hogyha rögzítek egyet, hogy beszélek, és közben chattingetek itt valahol. Vagy, vagy porszívó. Ah, hát a porszívó. Na, várjatok. Tényleg most nincs, nincs kábel, úgyhogy megnézzük a porszívót. Na nézzük, szóval. Halló, uh, haló... beszélek, beszélek, miközben megy itt a porszívó, ez itt az ECO mód, ez pedig a médium és a nagyon durva, búsztos mód. Na nézzük. Nézzük, hogyha, hogy, hogy hangzik mindez. Na nézzük, Szóval. Halló, uh, halló, beszélek, beszélek, miközben megy itt a porszívó, ez itt az ECO mód, ez pedig a médium és a nagyon durva, búsztos mód. Amúgy, ez mi? Ez elég komoly. Figyelj. Na Nézzük, Szóval. Haló, uh, halló, halló, beszélek, beszélek, miközben megy itt a porszívó, ez itt az eco mód, ez pedig a médium és a nagyon durva boost-os mód. De ez, ez úgy, hogy 20 centire van tőlem a, a porszívó. Na jó van, na nézd. Hát, hogy ez, ez szerintem a mikrofon, mikrofon részéről amúgy teljesen ott van a füles. Mármint én nem, tehát, hogy én nem szoktam amúgy ilyen füleseket használni mármint hogy ilyen mikrofonokat használni, de ez most amúgy ledöbbentett. Nagyon menő működik a termék, hashtag ad. De most ez, tehát hogy ez, ez az, ami így most így ledöbbentett ennél a terméknél, hogy milyen jó a mikrofonja. Hogy így megy ott a porció egy 10-20 centire tőlem, és tök jól lehetett hallani. Na, srácok, megnéztük, kipróbáltuk, ha, esetlete, ha esetleg kérdésetek van, nyugodtan jöhet, nem, nagyon fontos dolgot még nem néztünk meg, a vezet, tehát a vezeték nélküli másik módot a, a, a telefonos csatlakozásról szól, az még, az, az még elmarad, de azt is még gyorsan megnézzük, jó? Amúgy a következő tesztelés nyilván gyorsabb lesz és gyakorlottabb leszek, most ez az első még ilyen kicsit hosszabb, mert noob vagyok, sorry, nézzétek el. Na nézzük, hogy kéne ezt felcsatlakoztatni. Ez egy Power Off lett. Power On! Pilat. Mhm. Mm Jó, akkor egyedül kihúzom a, a, dongalöst, mert nem tudom, hogy hogy lehet jól átváltani. Igen, power run. Na, azt mondta, hogy pairing. Na nézzük, hogy ott van, Razer Black Shark V2 HS BT. Bluetooth Connected, ezt mondja. Na nézzük meg a zenét. Nézzük meg egy zenét. Ugyanolyan, Ugyanolyan mint, mint a gépre csatlakoztatva. Arra még kíváncsi vagyok, hogy működik-e úgy, hogyha mondjuk bedugom a dongolt, és bent van a Bluetooth is, és mondjuk elindítjuk a zenét. Hát ezt nem igazán értem, hogy ez... Ez hogy működik. Valahogy, valahogy egyéb... Aha. Olyan, mintha magától átváltaná. Nem hallom egyszerre, nem hallom egyszerre a kettőt de ha nem, tehát hogyha nem hall semmit mondjuk a wifi n majd a wireless-es dongolan keresztül, akkor hallom Bluetooth-on, de például amikor elindítom gépen a zenét, akkor instant átvált arra. és nem is engedi elindítani a videót, amíg megy a gépen. És magától átvált oda. Na jó, hát igazából megnéztük ezt. Mindezt most úgy lett egyébként letesztel, vagy nem néztem meg a leírást, mert megmondom őszintén, én itt nem, nem, nem láttam benne. Hogy hogyan lehetne ezt a párosítást jól megcsinálni. Lehet, hogy amúgy itt rajta van a dobozosom. De most én ezt így hirtelen nem találtam. Aha! Itt volt oldalt. Még annyit, engedjetek meg, hogy ezt megnézem gyorsan. Itt matricákok vannak. Hát. <laughs> Igen. Na itt van. Connecting your headset via wired mode. Igen, az megvan. Azt mondja, hogy két szekig present hold, és akkor mutatja, hogy be van kapcsolva. Wireless mód blinking green, igen. Mutatja a battery státuszt. Aha! Két szekig kell nyomva tartani ezt a Smart Switch gombot, amivel lehet állítani a, a, az equalizeres módokat, és akkor megy pairing módba. Jó, na hát most már akkor ez is, ez is világos egyébként. Ez is világos, hogy hogy megy. Jó van. Mondom, srácok, ezt uh, majd így akarom tényleg uh, hosszabban uh, megnézni, hogy milyen így. Uh, használva, meg hogy tényleg nekem mi volt a tapasztalatom, hogy mennyit bír, meg uh, azzal kapcsolatban, hogy ha mondjuk jön egy hívás, akkor mi újság, mert a, a másik fülesemet azt úgy szoktam használni, hogy gémelek, uh, tudok mocorogni vezeték nélkül, meg hogyha jön hívások, akkor tényleg csak így hallom, hogy XY calling. Gomb, megnyom, fölvesz, és már tudok is beszélni, az hogy nagyon kényelmes, úgyhogy ennél is ez meg lesz majd nézve. Úgyhogy ez lett volna az első ilyen kis promóciós termék kipróbálás, megmutatás, nyilván ez egy szponzorált promóció volt, tehát ugye ebbe semmi titok nincs, kitettem az Instára is, és úgy gondoltam, hogy ez a dolog beleillik a Történetben. Nyilván ezt most egy kicsit elhúztam itt az elején, mert uh, noob voltam, noha megpróbáltam rá felkészülni, de hát na.